FC vezetőedzőjét, gratulálunk csapat a pontszerzéséhez. Hát nem tudott meg sem az ön, sem a Paks nyeretlenség is adott a Kisvárdán, de talán ez a döntetlennel elégedett lehet. Igen, így az a Kisvárd egy stabil jó csapat, vagy az utóbbi évek Veszpa bizonyította, és így idegenbe a döntetlen azt gondolom nem rossz, de úgy, hogy megszereztük a vezetést, én biztam benne, hogy le tudjuk hozni kaput gól nélkül. Nyilván, aki látta a mérkőzést, azt látta, hogy kontrára játszottunk, egy zárt védekezésben próbáltunk labdaszerzést és kontrákat vezetni, egy pár sikerült is. De így a játék kép alapján azt gondolom, hogy ez igazságos. Volt két 11-es gól, két hasonló, és annyi az, az egyik kéz volt a másik, meg nem tudom, oda piszkáltak, vagy nem tudom. Így messze voltam, de a másik két gól, ami az első gólunk, ami bosszant. Tehát a sorfalból nem vált ki az egyik játékosunk. Mert nem tudom, valami olyan érzésem volt, ha az nem lett volna, akkor szerintem nem kaptunk volna gólt. Valahogy ez az érzésem volt. Magunkhoz képest tudunk ennél jobban játszani. Remélem a következő meccsen ez majd jobb lesz. Így elsőre azt gondolom, itt Kisvárdán idegenben, elsőre ez így egy pont, ez jó. Török Lászlóval, a Kisvárdán Vasszágú vezetőedzőjével folytatjuk a sajtótájékoztatót. Hát ez már zsebben volt ez a további két pont, ugye? Igen. Tulajdonképpen hozzásegítettük ahhoz a Paksot, amiért jött pontokért vagy pontért. Ugye így is rendezkedett be a mérkőzés elejétől fogva. Ugye stabilan, masszívan védekeztek végig a hátsó és középső zónában is. Egyértelmű, hogy a kontrára játszottak, vagy arra, hogy esetleg a lepattanó labdákból egy lapos passz után lehet indítani a játékosokat náluk elől. Ezzel is, erre is felkészültünk. Harapósan kezdtük a mérkőzést, ugye rögtön egy kapufával. Utána nehezen találtuk a fogást, próbáltunk bontani a széleken, de nagyon, nagyon stabilan is határozott elképzelésre védekezett a Paks csapata. Fél időben egy kicsit átbeszéltük ugye a dolgokat. Nagy problémát nem láttunk, itt annyit kell változtatni, hogy próbáljunk meg minél többet esetleg mögéjük kerülni, egyezni, és őt minél többet bejátsz a labdát a szélről. Sikerült 11-esből egyenlítenünk, és hát meg kell dicsérni a csapatot, hogy meg is fordította a mérkőzést. Végig domináltuk a második félidőt is, úgy mondom, elsőt is nyilvánvaló, de a második félidőben is mi domináltunk, és ugye ennek meg is lett az eredménye, hogy tudtunk fordítani. Nagyon sajnálatos volt az a végén a hosszabbításban ez az eset. Ott egy együttes meg nem értés, hogy így fogalmazzak, történt a kapusunk és a belső védőnk részéről. Sajnos megbüntetett minket ez a meg nem értett szituáció, úgyhogy persze csalódottak vagyunk, nem örülünk ennek, viszont van még 16 mérkőzés hátra, azt mondtuk a mérkőzés elején is, hogy nagyon kiélezett lesz ez a bajnokság, nagyon kemény 17 mérkőzés mindenki számára, nem csak mi számunkra, úgyhogy hogy fel kell menni a fejünket, mert a játékunk helyek közel megvan, úgyhogy biztos, hogy fejlődni fogunk hétről hétre továbbiakban. Fejlődően mi meccs után megfogadtad, hogy nem kritizálsz külön játékos, de miért is? Ott is az ismert okok miatt ment el a meccs, és most igen, egy hasonló, aki ült itt a végén, szóval ezen... Igen, azt megfogadtam már egyszer pályafutásom kezdetén, hogy nem fogok kritizálni játékos, sajnos egyszer megszegtem Fejlődően. Úgy vagyok vele, hogy most mondhatnék két nevet is, hogy kik hibáztak a gólnál, de ugye ezt még ki fogjuk elemezni, meg fogjuk beszélni, de ez kapitális hiba volt. Illetve az első góra visszatérve, mint egykori csatár, mennyivel felelősebb neked viselkedni egy csatárnak a saját 16-oson belül, hogy ne okozzon ilyen 11-es, mint ahogy most ez történt? Hát én annyival voltam elősebb helyzetben, hogy soha nem engedtek hátra, úgyhogy én ilyen hibát nem követtem el, de nézd, aki a labda közelében van, az abból kihet jól is, meg hibázhat is.
nincs itt gond, de itt kell megkérdezni, fel lehet ebből állni, fel kell állni a honvédelmi meccsig? Persze, padlót azért nem fogtunk, nyilvánvaló, mert azért a játékot nézzük meg, azt, hogy megfordítottuk ezt a mérkőzést. Ugye egy ilyen stabilan védekező csapat ellen is azért csak tudtunk két gólt szerezni. Azt mondom, hogy nincs miért most lehajtott fejjel ettől függetlenül menni.